Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném nektek mutatni, hogy mit vásároltam az elmúlt időkben. Nem húzom a szót, hanem bele is csapok rögtön. Először is a ruhákkal kezdem. Van Kölnben Primark, hála a jó Istennek, és van ugye a Primark 48-50-es méretig gyárt ruhákat, viszont hogyha előnyös a szabása, akkor találok én is olyat már ezek között, ami jó rám. Így találtam meg ezt a nirvanás újatlan... minek hívják ezt? Trikónak? Igen. És azóta nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat hordom. És legtöbbször felszoktam venni hozzá ezt a... Fogalmam nincs, hogy minek hívják. Nem kardigán, de valami olyasmi. Ezt is a Primarkban vettem, azt hiszem, hogy 3 euróért, vagy valami ehhez hasonló árról le volt értékelve. Mondjuk a Primark amúgy is arról híres, hogy nagyon baráti árakon kínálnak termékeket. És hogyha már Primark, akkor ott vettem ezt a kimonót is. Ez egy nagyon hosszú kimonó, ezt most úgyse fogjátok így látni. Ezeket a ruhákat amúgy valószínű, hogy outfitben is meg fogom majd mutatni, mert úgy néz ki, hogy lesz majd egy fotósom, de nem akarok semmit elkiabálni. A H&M-ben is vásároltam, a leggingseket nem mutatom meg, mert szerintem semmi érdekes nincsen egy sima fekete leggingsben. Mit akartam még mondani? Ja igen, még a Primarkhoz visszakapcsolódva csak annyit, hogy hát hogyha van lehetőségetek, akkor mindenképpen menjetek be egy Primarkba, mert én a fehér nemű osztályt is nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon cuki és aranyos, meg divatos. Divatos? Hát ez relatív, na mindegy. Szóval szerintem nagyon-nagyon jó az alsó nemű kínálatuk is, illetve gondolom melltartókat is találtok magatokra. Igen, H&M. A H&M-ben vettem egy szürke, egyszerű felsőt, de mivel ez a szennyesben van, így onnan nem fogom előkotorni és megmutatni, de outfit lesz vele. Aztán van itt egy fekete, hát szerintem ez olyan semmilyen szabásúnak néz ki így a kamerán keresztül, viszont élőben, vagy hát magamon nagyon tetszik. Szerintem nagyon szuper. Ezt a felsőt, ami rajtam van, ezt is a H&M-ben vettem. Igen, lesz majd rendesebb fénykép is róla. És ezt a nyakláncot is a Primarkban vettem. Igen. Akkor az utolsó, ami itt van, és meg is tudom mutatni, ez a H&M-es újatlan ing. Remélem, hogy látjátok, hogy ilyen nagyon cuki fehér alapon fekete szívecskés mintája van. Ez is első látásra szerelem volt. Oké, akkor még van egy pár darab kiegészítő. Ezt a nyakláncot lehet, hogy már mutattam a blogon. Ilyen képes shopaholic bejegyzésnél, de mindegy. Megmutatom itt is. Ez is a Primarkból van. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Az ilyen nagyon nagy... statement nyakláncokat én annyira nem szeretem, engem valahogy egy kicsit zavarnak, viszont ez még pont az a méret, amit úgy el tudok viselni magamon. Vannak itt hajba valók is, mind a Primarkból. Először is van egy ilyen napraforgós hajtű, vagy konytű, vagy konyfésű. Hogyha tudjátok, hogy milyennek a neve, akkor írjátok meg nyugodtan, mert nekem fogalmam nincs. Ezt is 1 euróért vettem, szerintem nagyon jól fog kinézni, hogyha kontyot viselek. Még nem próbáltam. Akkor lehet, hogy már ezt is mutattam nektek. Van itt egy ilyen abszolút virágos, nyárias, kicsit hippis hajráf, amit szintén első körben kontyhoz képzeltem el magamon, viszont szerintem így sem rossz. És hogyha hajrá, akkor van itt még egy hát szerintem ez übercuki, ilyen, amikor megláttam, akkor egyszerűen nem tudtam ott hagyni. Ilyen kis cicafüles hajrá, ami hogyha, látjátok, remélem, ilyen virágokból van a cicának a fülecskéje. Nagyon cuki. És akkor a többi, jaj nem, bocsánat, még van itt egy ilyen lakás, dekor, akármi, milyen kategóriába besorolható. Egy gyertya a Primarkból. Én nagyon-nagyon szeretem a Primark gyertyáit.
ezért is megéri Primarkba menni. Ennek éppen ananász és gyömbér illata van, és hát tényleg nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. És egy ilyen óriási gyertyát kapunk 4 euróért, szóval szerintem abszolút megéri. És igen, akkor a többi termék az már csak ilyen szépség és sminkápolási termék. Először is megvettem ezt a Sundance, ez a DM saját márkája, azt hiszem aloe vera gélt. Nem teljesen gél, mert csak 98%-ban tartalmaz aloe verát. Na mindegy, ezt napozás utánra ajánlják, mert megnyugtatja a bőrt. Hát én idén még nem napoztam, de megyek most augusztusban haza, és a barátnőimmel egy körös egyik holtága mellett fogunk nyaralni pár napot, vagy hát 2 pontosabban, és gondoltam, hogy akkor jól jöhet. A következő egy Balea hajvédő spray, ami a napkáros sugaraitól védi a hajat. Ilyet használtam, bocsánat, ilyet használtam már tavaly is, és idén is, ami a tavalyiból megmaradt. Ennek viszont sokkal kellemesebb, kicsit kókuszosabb illata van, mint az előzőnek, amit próbáltam a márkától. És itt meg kell jegyeznem, hogy égre földre kerestem a Baleának ezt a tengeri sós, nem is tudom milyen, de ilyen hajhullámosító spréjét, illetve a Balea arcra fújható aquaspirit is mindenhol kerestem, aztán nagy nehezen egy eladó elárulta, hogy azt már fölöslegesen keresem, mert hogy ez ilyen limitált termék volt mind a kettő, és hogy már nem kapható. Csak a következő nyári időszakban, amit köszönök szépen, nem tudom, hogy nyár közepén miért nem lehet nyári termékeket kapni, szóval erre lehetett volna gondolni egy kicsit. Mindegy. Vettem egy sampont, ez a Herbal Essence Naked samponja, ami ugye nem tartalmaz szilikont, parabént és hozzáadott színezéket. Ugye nagyon sokat meséltem már nektek a The Body Shop Rainforest Radiance sampon és balzsamról. Na most őket lecseréltem. A márka és a termékcsalád hajvaját használom hajbalzsamként, viszont csamponban úgy voltam vele, hogy továbbra is maradok a szilikon és parabén, és többnyire szulfátmentesnél, ebben ugyan van szulfát, de lényegtelen most. Viszont próbálok egy kicsit olcsóbb alternatívát keresni, mert hát na, 8 eurót egy kicsit sajnálok úgy minden hónapban kiadni samponra. Meglátjuk, hogy hogy válik be, és hogyha mégsem, akkor visszatérek a The Body Shophoz, mert amúgy nagyon-nagyon meg voltam elégedve azzal a samponnal, és szerettem. De egy kicsit rá is untam, meg ugye az árát is sokallom érte, úgyhogy kísérletezgettem. Ja, és azt akartam még erről a samponról elmondani, hogy elképesztően finom illata van, grapefruit és menta kivonat van benne, szóval tényleg ilyen iszonyatosan frissítő. Hogyha már menta, akkor van itt egy tusfürdő is. Nem tudom, hogy ezt otthon lehet-e kapni, én ezt a DM-ben szúrtam ki, mint új termékek voltak bevezetve. Nagyon-nagyon szimpatikus, hogy vegán termék, nem tesztelnek állatokon, és teafa olaj, és igen, teafa, és menta. Bocsánat, menta, mert a mincét összevontam a mentával, és ebből lett a menta. Igen, beszélni meg kéne tanulni már, 25 évesen. És menta kivonat van benne, szóval nagyon-nagyon frissítő ennek is az illata. Én ugye reggel szoktam többnyire csak zuhanyozni, és olyankor elképesztő. Sőt, még úgy bizserek is tőle a bőröm egy kicsit. Aztán megvettem John Frieda hővédőjét, ezt már ugye használtam. Utána szerintem kivonták a forgalomból, mert ez egy teljesen új változat, mint amit én használtam. Régivel elégedett voltam, azért nem vettem újra, mert nem találtam meg. Ugye a hővédővel azzal úgy vagyok, hogy oké, én leveszek egyet a polcról, jó lesz az. De mégis visszatértem hozzá, mert egyszerűen szerettem, kellemesebb volt az illata, mint a mostaninak, amit használok. Újra vettem a Bioderma Sensibio H2O micellás lemosóját is, mert egyszerűen nem tudok semmi olyat, amivel ezt helyettesíthetném. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Írtam már róla a tesztet is a blogon, hogyha ez érdekel titeket, akkor a videó leírásában megtaláljátok a hozzávezető linket, és ott elolvashatjátok, hogy mit is gondolok róla.
Aztán a The Body Shop kamomilla termékcsaládjából használom az arclemosó vajat, viszont azzal nem vagyok teljesen elégedett. Ha érdekelt titeket, hogy miért, akkor ennek a linkjét is megtaláljátok odalent. Szerettem volna a termékcsaládnál maradni, mert amúgy tetszik ez az elképzelés, hogy egy olajos állagú, akármivel mossuk le magunkról a sminket, szerintem sokkal kíméletesebb ez a bőrhöz. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mi is tulajdonképpen? Nem tudom, az van leírva, hogy minden bőrtípushoz. Igen, tisztítóolaj. Oké, köszönöm, tisztítóolaj a neve. Kíváncsi vagyok, hogy fog majd működni, biztos, hogy fogok róla majd tesztet írni a blogom. Van itt egy Essence... minek hívják ezt? Testpermet. Ezt is nagyon szeretem, egy Essence Limited trend kiadásban vettem. Nagyon-nagyon finom illata van, tényleg abszolút nyári. Most abszolút nem használok parfümöt, csak ilyen testpermeteket fújok magamra, és ezt előszeretettel használom, mert elég sokáig érződik az illata, és ahogy már mondtam, egy nagyon-nagyon kellemes nyárius illatról van szó. A TK Maxx-ben vettem egy kézkrémet és egy testápolót is, de egyiknek sem tudom kiejteni a nevét, vagy hát a márkáját. Mind a kettőt láthattátok már az aktuális kedvences videómban legutóbb. Mind a kettőt nagyon szeretem. Ennyit erről. Igen, egy újfajta testradírt vettem most, nem ezt a Wellness on Beauty-t. Ahogy benéztem ebbe a boltba, akkor láttam, hogy le van akciózva pár dolog, és pont kiisztultam a testradírt, és bementem, és először nem is tudom, hogy milyen testradír volt, de egy másikat nézegettem. Utána odajött az eladó, és mondtam neki, hogy mit szeretnék, mit keresek, és segített, és megmutatta ezt is. És úristen, nagyon-nagyon jól tette, mert bazsalikomos és mentás testradírról van szó, ami himolájai sóval van együtt, igen, tudjátok, és annyira elképesztően frissítő és kellemes, és úristen, mennyei illata van, hogy ez valami elképesztő. És még csak egyszer próbáltam, de akkor a bőröm hihetetlenül puha volt a használata után, úgyhogy remélem, hogy meg fogom szeretni őt is, te ezt róla is várhatom majd. Van itt egy olaj, ne tévesszem meg titeket, hogy itt olasz van ráírva, ez otthon olaj néven fut ez a márka. Ez egy arckrém, van egy weboldal, ahol lehet jelentkezni mindenféle termékek tesztelésére is, úgy tudom, hogy ez Magyarországon is működik. És hogyha kiválasztanak titeket is, akkor megkapjátok ezt a terméket, amiről utána véleményt kell majd írnotok. Így kaptam meg én is ezt az arckrémet. Hát kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud, majd elválik. Még mielőtt megkaptam volna ezt a krémet, előtte megvettem a Balea Med Ultra Sensitive nappali és éjszakai arckrémét. Nagyon tetszik, hogy tényleg nincs benne se színezék, se tartósítószerek, se parfüm. Nagyon sok jót olvastam róluk krémmániám. Hát azt gondolom, mondanom sem kell, hogy Balea termékről van szó, úgyhogy az áruk abszolút verhetetlen. Nagyon kíváncsi leszek, hogy nekem mennyire válnak be. Van itt egy The Body Shop Rainforest Radiance hajvaj. Ahogy mondtam, ezt használom hajvajzsamként. Ez a második tópus, amit megvettem. Az előzőben már nagyon-nagyon kevés van. Én nagyon-nagyon szeretem. Hiába nincsen benne szilikon, így is nagyon puhának érzem a hajvégeimet a használata után, és abszolút segít kifésülhetővé is tenni a hajamat. Hogyha már kifésülés, akkor megvettem a Tangle Teaser egyik kis csodafésűjét. Ennek ilyen nagyon szuper pink és fekete színe van. Ezt is láthattátok már a kedvenceim között, úgyhogy nem árulok el nagy meglepetést, hogy nagyon szívesen, előszeretettel használom. Szerintem nagyon szuper fésű, mindenkinek csak ajánlani tudom. Vettem egy szemöldök csipeszt is. Tudom, hogy ez sokaknak így annyira nem érdekes, viszont szerintem mégis nagyon fontos alapdarabja a szépségápolási palettának. Ezt a Douglasban vettem.
És az az igazság, hogy először 9 euró volt először, egy kicsit sokkaltam kiadni érte ennyit, de aztán elgondolkoztam rajta, hogy az előző szemöldök csipeszemet a Rossmannból vettem, szerintem olyan 800 forint körül, de ennek már hát szerintem olyan 5-6 éve, és még most is tudnám használni, hogyha tudnám, hogy hol van, mert elkallódott valamerre. Nagyon-nagyon jó választás volt, és remélem, hogy ez is sok éven keresztül hűtársam lesz. És van itt egy pár sminktermék is, tényleg nem túl sok. Újra vettem a Catrice-nak ezt az átlátszó szemöldök zseléjét. Nem tudom, hogy mi van velem mostanában, de egy csomó dolgom így felszívódik a semmiben, nem tudom, hogy hová lesznek. Így jártam ezzel a szemöldök zselével is. Úgyhogy újra vettem. És itt van még szintén a Catrice-tól ez az Eyebrow Lifter. Mindegy, ez a kis ceruza, amivel meg lehet emelni a szemöldökünket. Erről is lesz teszt, de a következő kedvences bejegyzésben is biztos, hogy szerepelni fog. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy élhettem eddig nélküle. Aztán levásároltam végre a karácsonyra és a születésnapomra kapott Douglas ajándékkártyákat. Igen, valami olyasmi. És vettem egy MAC korrektort, méghozzá ProLongWear korrektorát. Ezt kifejezetten szemek alatti karikákra vásároltam. Teszt róla is lesz majd. Aztán megvettem egy pudert a MAC-től. Ennek a nevét sem fogom kiejteni. Őt még nem próbáltam, mert amíg nem fényképeztem le, addig nem szeretném kipróbálni. Úgyhogy alig várom, hogy lefényképezzem, és kipróbáljam, és leteszteljem, és utána mindent megírjak nektek is róla. És az utolsó dolog, jaj nem, még lesz egyetlen egy darab, az utolsó sminkápolási termék, ez az Estée Lauder Double Wear alapozó. Sokat vaciláltam rajta, hogy költsek ennyit egy alapozóra. Aztán eldöntöttem, hogy igen, mert miért ne, hiszen úgyis ajándékkártyám van. És nagyon jól tettem, az igazság, hogy egy lassan egy hete használom, és én elképesztően szeretem. Szerintem nagyon szép az eredmény. Nagyon szép... minek mondják ezt? Nagyon szépen mutat a bőrön, igen, talán így kéne megfogalmaznom. Nagyon tartós is, hát ezt az eladó segített kiválasztani, úgyhogy tökéletesen passzol, de még mielőtt így tovább áradozok róla, még egy darabig tesztelem, és utána a blogon is beszámolok majd róla. És akkor az utolsó termék, az pedig egy egyszerű cipő. Remélem látjátok, hogy ilyen nagyon kis pöpec cseresznye mintás. Ez egy Vans cipő. Nagyon szeretem a nyári leárazásokat, mert 60 euró helyett 40 euróért tudtam megvenni ezt a cipőt. Úgyhogy ezek lettek volna azok a dolgok, amiket mostanában vásároltam. Nem olyan sok minden, viszont arra gondoltam, hogy inkább így gyakrabban mutatok meg kisebb mennyiséget, mert aztán amikor egyszerre ráharaptam a nyelvemre, bocsánat, amikor egyszerre összegyűlik sok minden, akkor jön egy ilyen 20 perces videó, és akkor hát az úgy annyira nem jó. Inkább több kicsi videót csinálok majd belőlük. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha esetleg van ötletetek, hogy miről szeretnétek tőlem videót látni, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, vagy az ESK oldalán is. Ezeknek az elérhetőségét megtaláljátok, vagy ennek az elérhetőségét megtaláljátok a videó leírásban. Mit akartam még mondani? Szerintem más nem. Annyit még, hogy további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!